Továbbra is érvényben maradnak bizonyos időseket védő intézkedések, a kormány szerint ugyanis a vírus jelen van, és ha felszaporodik, a célpontja újra ez a korosztály lesz. Szakemberek szerint az emberek fegyelmezettségén múlik, hogy a második hullámnak milyen következményei lesznek. A stúdióban Pusztai Erzsébet. Egész pontosan Skype-on van itt velünk Pusztai Erzsébet. Jó estét kívánok! Estét kívánok! És ugye friss hír volt a mai nappal kapcsolatban, és hát valószínűleg azért sokan örülnek neki, hogy hétfőtől helyreállhat az egészségügy megszokott rendje. És Kásler Miklós ezzel kapcsolatban még azt is mondja, hogy szerinte az elhalasztott beavatkozások miatti lemaradás nagyjából 2 hónap alatt be tudja hozni a magyar egészségügy. Ez mennyire reális ez a számítás? Hát félek tőle, hogy ez egy túlzás, ez a megállapítás. Mert amiket eddig hallani lehetett, hogy mennyi műtét halasztódott, és hogy mennyit nőttek a várólisták bizonyos esetekben, nehéz elképzelni, hogy 2 hónap alatt be lehet hozni. Hiszen arról van szó, hogy gyakorlatilag szinte 3 hónapnyi normál ütemű tevékenység halasztódott el. Ha annak egy része már nem lesz probléma, mert magától rendeződött, vagy más megoldást talált az illető, akkor sem tudom elképzelni, hogy ezt 2 hónap alatt le tudja dolgozni az egészségügy. Tehát nyilván lesznek olyan dolgok, amikben sikerül, mondjuk laboratóriumi vizsgálatok, vagy ilyenek, amik sokkal gyorsabban tudnak haladni, és lesz sok olyan vizsgálat, ami sajnos nem fog menni ilyen gyorsan. Ugye a másik fontos kérdés, amiről szinte most minden nap beszélünk, ez, hogy lesz-e második hullám, nem lesz második hullám. Ugye Orbán Viktor ma reggel azt mondta, hogy ők abszolút úgy készülnek, hogy lesz, és a 24.hu-nak adott egy interjút Kemenesi Gábor virológus, és hát ő elég sarkosan fogalmazott, amikor azt mondja, hogy durván hangzik, de ha az ember nem lát elég hullát, tényleg azt hiszi, elmúlt a veszély. Osztja ezt a nagyon sarkos véleményt? Hát hajlamos az ember valóban, hogyha a környezetében nem találkozik fertőzöttekkel, akkor azt gondolja, hogy nem is lehetnek. De ez a nagy felmérés, ami a lakossági fertőzöttséget mutatja, az azért nagyon-nagyon kicsi arányt mutatott. Engem rendkívüli módon zavar, hogy nem tudjuk, mert nem halljuk soha azt, hogy az újonnan megállapított fertőzést hol találták. Tehát ez szorványosan lakosság soraiból van egy új fertőzött, egészségügyi intézményben van egy új fertőzött, vagy éppen idős vagy bentlakásos otthonban találtak új fertőzöttet. Ne feledjük ki a börtönöket se, azok is zárt intézmények, azokról végképp soha nem hallunk semmit. Ez rendkívül lényeges dolog abból a szempontból, hogy a vírus az milyen gyakorisággal fordulhat elő a lakosságba. Mert az a néhány ezrelék, az azért nagyon kicsi arány, és abból nem nagy járványterjedés, hanem kisebb gócok kialakulása lehetséges. Tehát én magam azt gondolom, hogy lettünk annyira figyelmesek és gyakorlottak, hogy nagy drámai járványterjedés nagyon kicsit valószínű. Inkább az a valószínű, hogy felbukkan itt-ott, és ennek a kezelésében a járványvédelmi hatóságnak van óriási szerepe. És a tesztelésnek, az egészségnek, hogyha egy gyanús esetet látnak, akkor azonnal teszteljék, és ne fektessék be az osztályokra. Ezt ugye halljuk, hogy az egészségügyben maradnak ezek az óvatossági megfontolások, de nem csak az egészségügyben, hanem szorványosan is. Tehát annak ki kell alakítani a rendszerét, hogyha valahol a gyanús tünetekkel jelentkező személy van, és kiderül, hogy koronavírusos, akkor azonnal kontaktuskutatást kell végezni, és ebbe bizony a járvány elején nagyon elmaradt a járványvédelmi hatóság. Ez például egy nagyon gyenge pontja volt a járványvédelemnek, mert sem a tesztelés nem volt könnyen elérhető a tüneteseknek, sokszor otthon vártak sok napot rá, mire végre eljutottak a teszteléshez, sem a kontaktus kutatás nem volt elég kiterjedt a későbbiekben. Erről
Arról mit tudunk, hogy ebben mennyit fejlődtünk, mert hogy az a 21. században ugye nagyon sok, főleg ázsiai példát látunk arra, hogy applikációkkal már ezeket remekül le lehet kutatni, tehát hogy nem kell a spanyol viaszt felfedezni. Szóval, hogy ebben hol tartunk? Igen, én azt gondolom, hogy ebben még nagyon hátul vagyunk, még mindig, a legelején pedig kifejezetten gyenge volt a rendszer. Ugye ahhoz, hogy helyi szinteken az elején, amikor még nem voltak applikációk, nem volt az informatikai megoldás, akkor ugye a járványvédelmi szakembereknek kellett utána járni, kikérdezni, utána menni, fölkeresni a kontaktot, kijelenteni, hogy igen, akkor ő neki most karanténban kell lenni. Ez a legelején nagyon lassan ment. Nagyon gyengén ment. Ez volt az egyik nagyon gyenge pontja a védekezésnek. Ugye az első egy ilyen légúti módon terjedő járványnál a védekezés legelső pontja az a gyógyítók megvédése. Az egészségügyi dolgozók védelme minden szinten. Ez is nagyon későre maradt. Nagyon hosszú ideig volt e körül nagyon komoly probléma, mert nem volt az egészségügyieknek védőfelszerelése. A másik, szintén járványvédelmi, ez a fertőzöttek és kontaktok felkutatása és tesztelése és követése. Ebben is nagyon komoly problémák voltak, és nagyon remélem, hogy ez a néhány hónap ahhoz elég volt, hogy a járványvédelmi hálózatban kialakuljanak azok a módszerek, és legyen elég ember arra, hogy ezt a kontaktus kutatást rendesen végig tudják csinálni. Ami jól ment, az a kijárási korlátozások időben történő elrendelése volt, tehát abban nagyon jó időben léptünk, és tulajdonképpen ennek köszönhető, és azt hiszem elég sok szerencsének. Tehát valamiért mi közöttünk nem terjedt annyira a vírus. Talán abban is szerencsénk volt, hogy nem volt olyan tömegrendezvény az indulásnál, amikor még nem tudtuk, hogy itt a vírus, mint ahogy például Milánóban ott volt egy óriási foci meccs, meg ott volt a karnevál. Tehát nálunk ebben szerencse volt, hogy nem lett egy ilyen nagy tömegrendezvény, és az emberek tényleg alaposan megijedtek a milánói példa miatt, igen, és nagyon óvatosak lettek, és valóban óvatossá vált mindenki, főleg a veszélyeztetettek. Pusztai Erzsébetnek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. További szép estét kívánok, és önöknek is ezt kívánom, meg szép hétvégét. Hétfőn majd Rónai Egon számít a figyelmükre. Szép estét!